Hallgatók a Nyíregyházi Egyetem egyik előadásán. Nem most és nem is a közelmúltban készültek a felvételek. Ilyen kontaktórákat ugyanis egy rövid őszi időszakot leszámítva több mint egy éve nem tarthat az intézmény. Nem csak emiatt vannak ugyanakkor nehéz helyzetben a felső oktatásban tanulók. A koronavírus járvány miatt a hallgatók körében népszerű ágazatok álltak le részben vagy egészben, emiatt sok fiatal esett el a munkalehetőségtől, ebből fakadóan pedig rendszeres bevételtől. Elsősorban ez járult hozzá ahhoz, hogy minden korábbinál többen vettek fel diákhitelt 2020-ban. Tavaly 31 milliárd forint fölötti kifizetésre került sor, és több mint 42 ezer új diákhitelszerződést kötöttünk egy év alatt, összehasonlításképpen ez 2019-ben 12 ezer volt, tehát egy év alatt 3,5-szeresére nőtt a diákhitelszerződések, az új szerződések száma. Ennek több oka is volt. Az egyik legfontosabb talán az, hogy a kormány és a diákhitelközpont olyan döntést is hozott a koronavírus járvány következtében, amely egy gyors és érdemi segítséget jelentettek a hallgatóknak, azon hallgatóknak, akik átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek. Ez volt az egyik döntés, ez a diákhitel plusz bevezetése volt, amely egy maximálisan 500 000 forint összeg igényelhető, egyébként teljesen kamatmentes és teljesen szabad felhasználású hitel lehetőség. Több mint 33 ezeren éltek már ezzel a lehetőséggel a hallgatók közül. Ez volt a legnépszerűbb termékünk tavaly. A vezérigazgató hozzátette, a diákhitel pluszra olyan nagy volt az érdeklődés, hogy újra meghosszabbították az igénylési határidőt, ami így június 30-a. Szintén nagyban hozzájárult a növekedéshez, hogy a szabad felhasználású diákhitel 1 havonta felvehető maximális keretösszegét 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelte a kormány. Magyar Péter az idei évtől is kiugró számokat vár, hiszen egy új konstrukció is megjelenik május végétől. A képzési hitellel azokat a 18 és 55 év közötti felnőtteket kívánják támogatni, akik új szakma elsajátításába kezdenek. Ez egy jelentős újítás, a diákhitel központ eddig csak a felsőoktatásban finanszírozott, de most kilépünk a szak- és felnőttképzés területére is, és itt több 100 000 honfitársunknak tudunk majd segítséget nyújtani. Itt is lesz kétfajta termékünk, egy kötött felhasználású, amelyet a képzési díjakra lehet majd fordítani, és ez egy teljesen kamatmentes termék lesz az állami kamattámogatásnak köszönhetően. És itt is, akik felnőtt képzésben vagy szakképzésben tanulnak, igényelhetik a havi maximum 150 ezer forintos teljesen szabad felhasználású hitelt 1,99%-os kamatozással, és ezekre a termékekre is igaz lesz és érvényes lesz a családtámogatási kör. Magyar Péter hangsúlyozta, a diákhitel központ valamennyi konstrukciója illeszkedik a kormány családtámogatási intézkedéseihez. Így a második gyermek megszületésekor az édesanyja fennálló hiteltartozásának felét, míg a harmadik gyermek megszületésekor a tartozás egészét törlik. Ezzel a lehetőséggel már több mint 5 000 család élt.